milyen eséllyel pályázik a település a különböző fejlesztési pénzekre, milyen beruházások indultak el most, hogy kitavaszodott, többek között ezekre a kérdésekre is a polgármester válaszol, de mielőtt ezekre a konkrét dolgokra rátérnénk, amikor beértünk a faluba, akkor jól látható módon több helyütt a településen leszakadt, félig leszakadt, letépett plakátokat látni még az elmúlt választások eredményeképpen vagy maradványaképpen. Ugyan van törvényi kötelezettsége a választáson induló szervezeteknek, egyéneknek, hogy meddig kell leszedni a plakátjaikat, ez még nem tett le, de azt hiszem, hogy arra nem volt jogosultságuk, hogy bárhova fölkenjenek, fölragasszanak különböző üzeneteket, és azt ne takarítsák el. Mit tud tenni a település vezetése, hogy ezek az áldatlan állapotok megszűnjenek? Igen, ez egy visszatérő probléma, hogy minden választások, legyen az önkormányzati, uniós vagy parlamenti választás, mindig bosszankodom, hogy az önkormányzatunk, és gondolom minden önkormányzat nagy erőket és energiákat fordít arra, hogy a közterületek rendje, tisztasága meglegyen, megmaradjon. Mi is így teszünk, és amikor eljönnek a választások, akkor időről időre, mondjuk ez nagyjából érthető is, hát a világon gondolom mindenhol így van, hogy kikerülnek a különböző hirdetmények, plakátok. Megválom, van kb. 15 hivatalos hirdető, nagyméretű hirdető tábla, többek közt azért, hogy oda is el lehessen ezeket helyezni. Hát oda kerül a legkevesebb, csak elvétve, hogy véletlenül. Egyéb helyekre, villanyoszlopok, utcabútorok, buszmegállók, szemetes kukák, szóval minden elképzelhető hely ilyenkor tele van ragaszgatva, amit én nem nagyon tartok helyesnek, hiszen mondom, van erre hivatalos lehetőség is. És hát ilyenkor a választások elmúltával nem nagyon igyekeznek a pártok. Ugye 30 napjuk van a választás után így, hogy ezeket eltávolítsák. Legtöbben abban bíznak, hogy az idő ezt megoldja, tehát a szél, az eső ezeket a plakátokat szépen letépkedi, lemossa. Ezekből szemét keletkezik, és ezeket nem győzik az önkormányzat emberei, munkásai, dolgozói összeszedni, és rendkívül rosszul mutatnak ezek, a félig letépett leló. Van olyan párt, akit láttam már, hogy azóta próbálta leszedni, de hát ugye igen, néhol igen erősen sikerült a ragasztó, néhol nem annyira, és ilyen foltokban ott marad, ez akár hónapokig, de van olyan, hogy évekig is csúfítja a környezetünket. Nem is a leszedés a kérdés, hanem eleve egy tiltott helyre kirakni sem szabad. Viszont ez tetten érhető, hát ott a párt neve, ott a logója, a jelölt neve. Nem lehet hatóságokat valahogy arra rábírni, hogy X párt, X jelöltje, itt a plakátja, ők felelnek érte. Még a választások talán kampányának az elején, most tényleg direkt nem szeretnék pártokat mondani, de volt olyan, hogy az önkormányzat buszmegállóira, amit nem kevés pénzért létesített, tart rendben, mindenhova ki is tettük, hogy tilos mindenféle hirdetményt kitenni. Ez nem zavarta az aktivistákat, tehát a hirdetmény vagy a tiltó tábla alá közvetlenül is kitették. A hivatalunk egyedül megtette a megfelelő helyre a bejelentést, hogy felkérte, felszólított őket, hogy tartózkodjanak az ilyen magatartástól, még válasz sem érkezett, sőt a következő hullámban megint teleragaszgatták. Jogszabály, tehát nincs olyan, amivel felelősségre lehet vonni őket. Igazából mire ezeket végigvinni az ember, tehát vannak olyan pártok, akik nem is léteznek szinte. Tehát egy más kérdés, szervezetük. Kamu párt, így van, vannak ilyenek. Család összeáll is alakítanak. Ilyenek is voltak. Így van, tehát nagyon nehéz ezeket. Hiába elvileg törvényi lehetőség van, tehát akár az önkormányzat eltávolíthatja ezeket, vagy eltávolíthatja, és kiszámlázhatja, de kinek? És be fogják-e azok fizetni egyáltalán az állami támogatást, hogy fogják visszafizetni, amit ugye felvettek, ez is kétséges. Tehát ez egy ilyen szélmaromharc. Én azt gondolom, hogy inkább a jóérzési polgároknak, akik majd a elkövetkező kampányokban akár perbáliak, akár nem perbáliak, mert volt köztük ilyen is, olyan is, de ha nem a saját lakóterületét szennyezi ilyenekkel, akkor is az országot, a környezetét, a tágabb környezetét szennyezi. Tehát én inkább az ő belátásukra bíznám és kérném őket, hogy csak a kijelölt helyekre, és utána pedig távolítsák el ezeket.
Több településen itt a környéken, Nagykovácsi jutott eszembe, volt, vagy Piris Csaba éppen, szemétgyűjtés, tehát a lakosok, civilek összefogtak, és akár a polgármester úrral válvetve szedték a szemetet például Piris Csabán, ez a Teszed mozgalom, most lesz a földnapja, a perbáliak mennyire vesznek részt ezekben az akciókban, tehát így szerveznek az önkormányzat irányításával, mennyire aktívak a helyiek? Igazából az utóbbi években ilyen önkormányzati szintű vagy egyéb szervezet gyűjtés már nem volt. Régebben volt, mi is csatlakoztunk, mindig a Magyar Közút például csinált ilyen szervezett ilyen akciókat, osztott zsákokat, láthatósági mellényt, kesztyűket. Ez valahogy abban maradt, és valahogy ezzel így az egyéb civil vagy önkormányzati szerveződés is abban maradt. Az iskola azt hiszem, az még szervez ilyen akciókat. Volt egy civil szervezet Perbánon is, aki eleinte ilyenekben részt vett. Valahogy ez egy kicsit most az utóbbi időben elmaradt, de azt mondom, hangsúlyoztam az előbb is, hogy az önkormányzat, illetve az önkormányzat alkalmazottai rendszeresen végzik ezt a munkát. Én magam, hogyha megyek és látok bármilyen szemetet, lehajolok érte és elviszem a következő kukába. Itt most a hétvégén a perbáli patakból szedtem ki bele dobált gumiabroncsokat, és vittem el a megfelelő helyre. A pályázatok az mindig kulcskérdés egy település életében. Úgy tudom, hogy most nyertek is egyetlen. Igen, tehát a legutolsó beszélgetésünk volt, ha jól emlékszem, az a költségvetés elfogadása után egy olyan másfél-két hónapja volt, akkor ha jól emlékszem, arról beszéltem, hogy azért ilyen magas a költségvetési főösszegünk, mert jó néhány elnyert pályázat is szerepel már benne, de talán utaltam is rá, hogy vannak még futó nagy reményekkel kecsegtető pályázataink. Nos, hát azóta például egy ilyen erről kaptunk értesítést, hogy támogatást nyert, ez az óvoda fejlesztés, amely a pár éve zajlott ugye egy nagyon mértékű bővítés, felújítás, de akkor kimaradt a régi résztető szerkezetének a felújítása. Erre már nagyon sokszor pályáztunk. Nem is tudom megmondani, hogy hányszor és hány helyre. Most végre a kitartó pályázás, ez mindig elnyeri a jutalmát, és most nyertünk. Mennyit? 85 millió forint körüli összeget nyertünk, ehhez kb. 15 millió önerőt kell még hozzátenni, és kb. Összességben 100 millió. Ez nem csak a tető felújítását tartalmazza, hanem szintén kimaradt még akkor a felújításból két, illetve három helység felújítás. Ezeket most lemondjuk, és újakat építünk, vagy újat építünk helyére. Ezek ilyen fejlesztő helységek, kiszolgáló helységek lesznek, illetve jelentős mértékű eszközfejlesztést is tartalmaz, és hát az ilyenkor szokásos mindenféle díjakat a közbeszerzéstől a projektmenedzsmentig, a lebonyolítás, és hát visszakijelenő, stb., amik ilyenkor árakodnak. Hát ezek sajnos, vagy hát ezek nélkül mondjuk nem működik, de ezek el szokták vinni akár 5-10% közötti részét egy ilyen projektnek. És hát természetesen az áfa, mi ugye nem áfa visszaigénylők vagyunk, tehát az áfa is megjelenik ebben az összegben, és nem tudjuk visszaigényelni, tehát így összességében 100 millió forint nagyságban. Ezt lehet tudni, hogy mikor kezdődnek el majd a munkálatok, és befolyásolják a nevelési évet, tehát a nevelő munkát? Úgy tervezzük, akár az óvodánál, de majd kitérek itt az iskolára is, meg például most zajlik ugye a napközi, amiben a konyha is található, vagy a közösségi háznak a felújítása. Tehát mindig úgy szervezzük, hogy a lehető legkisebb fennakadást okozza a működésben. Na de hát ugye nem lehet mindent a nyári szünet két és fél hónapjára időzíteni, hát nincs olyan kapacitás, hogy meg tehát a technológiák is úgy adják, megpróbáljuk ezt így elosztani, akár hétvégi munkavégzés, akár most a tavaszi szünetben volt munkavégzés. Tehát úgy próbáljuk ütemezni, és úgy megállapodni a kivitelezőkkel, hogy mondom, a lehető legkisebb. Óhatatlan, hogy azért néha-néha kisebb alkalmazkodásokat, toleranciát igényel, de eddig megoldottuk. Talán a legnagyobb, és eddig ugye múltkori felsorásban is kimaradt, és most nem szeretném kifelejteni, az iskola felújítást.
Ez talán azért lehetett, mert hogy ez nem a mi beruházásunk, tehát nem az önkormányzat beruházása, tehát nem mi finanszírozzuk, hanem az állam, hát nem is a tankerület, hanem az állam. Tehát egy állami program, de konzorciumban a tankerület és az önkormányzattal. Tehát mi részt veszünk az előkészítésben, a feladatok megoldásában, de a pénzt, az építkezéshez azt nem mi adjuk. Ez úgy néz ki, hogy az önkormányzat a tulajdonos, a fenntartó az állam, ezen a bizonyos tankerületen keresztül. És a működtető is. És a működtető is egyben. De a tulajdonosok mi vagyunk, igen, és igen, mi igen, is igen. Maradunk, tehát óvatosan, hogy részt vegyünk ebben. És most április elején ők is elindították, tehát ez a lebonyolított szervezet, úgy hívják, hogy Nemzeti Sportközpontok, aki itt a környékben, mint a Budakeszin is, ugye a nagy arányú fejlesztéseket, vagy a térség többi településén is végzi, koordinálja. Tehát ők kiírták a közbeszerzést, tehát vélhetően ez is a mostani elkövetkező időszakban elindul. Így tett az önkormányzat is, ugye elindítottunk, most jelen pillanatban 4 közbeszerzésünk fut, az egészségház, az ipari park, az óvoda, és még egy kisebb útépítési pályázat is fut. Ezek mindegyike remélhetőleg az idén nyár folyamán valamikor különböző időkben elindul, úgyhogy mozgalmas egy-másfél év elé nézünk, én azt gondolom, és akkor ugye itt van még mellé az iskola építés, én azt gondolom, hogy ilyen méretű, mértékű, arányú fejlesztés, fejlődés pervátörténetében még nem volt. Az iskolával, iskolában ott milyen fejlesztés lesz, a régi épület? Az iskola az ugye több épületből áll. A legrégebbi, legrosszabb állapotú, nagyon, hát mondhatnám, talán életveszélyes épület lebontásra kerül, és egy teljesen új épület fog kialakulni. Ez elsősorban nem mennyiségi növekedést, egy-két tanterem, szaktanterem bővítést, aulát például, ami nagyon hiányzik, tehát nem tud összejönni az egész iskola, mondjuk rossz idő esetén egy-egy közös ünneplésre, vagy bármilyen eseményre. Ezt is tartalmazza megfelelő tanári, kiszolgáló helységek, és ami a legnagyobb, hogy szaktantermek lesznek végre, megfelelő szertárakkal. Ezt fogja tartalmazni. Ez hát az előzetes becsések szerint is 500 milliárd nagyságrendű, egy nagyon szép. Most csak az iskola? Ez csak az iskola. Tehát és akkor az előző többieket, amiket itt felsoroltam hozzávéve, itt milliárdos nagyságrendű fejlesztés várható perbálon. Ma ezért is talán nem túlzás ez a kijelentés, hogy történelmi léptékű. Mikor várható, hogy elkezdődnek a munkálatok, és párhuzamosan ezen a 4 helyszínen kopácsolás, betonozás, munkavégzés várható akkor? Reményeink szerint jövő év derekára, tehát 2019 év derekára befejeződnek a munkálatok az összes helyszínen. Most csak úgy a elmúlt választások utáni hatás alatt pont jól fog jönni az önkormányzati választás előtt, hogy be lehet mutatni, hogy kész van, felújult, megújult, elkészült. Igen, biztos sokan gondolják majd így is, de én jobban örülnék, vagy örültem volna annak, ha szépen folyamatosan minden évben csak egy projektet kell vinni, tehát nem párhuzamosan 4-et, tehát higgyék el, hogy a mi kis hivatalunk, a mi kis apparátusunk, hogy így fogalmazzak, nem nagyon van erre felkészülve, tehát ez emberfeletti munkát fog igényelni, tehát én is jobban szeretném majd folyamatosan lennének, de hát a pályázatok így futottak be, ezzel nem tudunk mit tenni. És az is lehet, hogy nem lesz kész választásokig, akkor sincs semmi probléma. Javult-e a település közbiztonsága, vagy csökkent-e a forgalom, a kapuk elhelyezés, a beléptető kaput mondtam majdnem, de hát ez azért nem az. Nem is tudom pontosan, mi a neve ezeknek a kapuknak, említette a polgármester úr múltkor, van valami rövidítés? Hát ez a VÉDA a én, rövidítés. Én. A harmadik még előkészítés engedélyezés alatt van, amikor az is feláll és elkészül, akkor lesz igazából kerek és egész ez. Megy a neten, meg különböző fórumokon a polémia, hogy ez működik, meg hogy ki, hova megy a bevétel, meg miért van erre szükség. Én erről annyit tudok elmondani, hogy ez egy integrált rendszer, ez nem arra szolgál, hogy büntessés és pénzbehajtásra szolgál, hanem különböző forgalomtechnika, forgalomszámlálás, forgalomtervezés, mind a mellett persze tud szankcionálni is.
meg nem tudom mondani, naponta kapok kérdést, hogy működik-e már, büntetnek-e már, hova folyik be, ki fog szankcionálni, nem tudom. Az önkormányzatnak ehhez valami kevés köze van. Nem tudom, hogy pontosan a metodikája milyen, mikortól lesz teljesen éles, mikortól fognak csekket kapni. Annyit látok, hogy azért mozgolódások vannak kapuknál, tehát szerelők néha megjelnek, fölkerültek már ezek a táv antennák, mikrohullámú, vagy nem tudom pontosan milyen antennák, tehát akár már a távjelzésre is alkalmasak valamilyen központba be tudják további küldeni ezeket az adatokat. Én arra kérek mindenkit, hogy tartsa be a szabályokat, úgy a sebességre és egyéb előírásokat. Én magam is betartom, és nem esik nehezemre. Én azt gondolom, hogy nem csak ezért kell betartani, mert ott vannak a védek, amúgy is be kell lenne. Aki pedig virtusból direkt, mert van ilyen, láttunk, aki próbálgatja, feszegeti a határokat, az egyszer csak majd meglepődik, amikor megkapja a bírságot, de akkor azt hiszem, hogy nem lehet felháborodva. A perbeliak, illetve a idelátogatók meg fognak lepődni a perbeli búcsú sztár fellépőjét illetően, vagy egy visszatérő vendég lesz, hogy tart a szervezés? A perbeli búcsú, ugye, mint a község legnagyobb rendezvénye, eseménye, hagyományőrzőként fogalmazzuk meg, ami azt jelenti, hogy a jól bevált hagyományokat, műsorrendet, műsorszámokat azért próbáljuk megtartani, de mindig teszünk bele valami újdonságot, hogy ne váljon mondjuk unalmassá. Az ideiben is lesznek ilyenek. Én azt gondolom, hogy majd a következő beszélgetésünk, interjúnk alkalmával kitérhetünk erre. Előre haladottak a tárgyalások, mondhatnám olyan 90%-ban megvan a program, illetve a programok. Nem szeretnék esetleg olyat mondani, ami nem valósul meg. Úgyhogy, de gőzerővel dolgozunk rajta. Sok sikert a további folytatásra a szervezéshez. Van-e valami, ami esetleg nem kerül szóba, de fontos? Még itt a pályázatokra visszatérve, ugye az önkormányzatok élete erről szól, mert ebből tudnak fejleszteni, és folyamatosan pályázunk, tehát mindazonáltal, hogy folyamatosan készülünk is a elnyert pályázatok megvalósítására, újabbakat nyerünk el, de újabbakat adunk be és készítünk elő. Tehát most is néhány napon belül be kell adnunk, vagy be szeretnénk adni több pályázatot. Ezek közül talán a legjelentősebb a Szabadság utca, ez az óvoda iskola utcája, amelynek a felújítását, korszerűsítését, parkolók elhelyezését, tehát a forgalmának a megszervezése, megoldása, illetve a közlekedésnek a megoldására irányul. Itt az említett intézményeken kívül más közintézmény is, például orvosi rendelő, vagy a napközi konyha, az étkezde, a templom is erről közelíthető meg. Tehát igazából időszakonként, főleg reggel és délután tumultuózus jelenetek zajlanak le, kisebb balesetek és koccanások történnek, mert nincs jól szabályozva se a parkolás, sem a közlekedés. Addig is, amíg ez a pályázat esetlegesen nyer, ezt most készítjük el és fogjuk beadni, addig is az önkormányzat már be fogja vezetni. Régóta szó van erről, hogy egyirányú forgalmat vezet be ezen a szakaszon. Ez talán valamelyest csökkenti egyrészt a baleset veszélyt is, másrészt pedig ugye ezen a területen, ahogy említettem, várható két nagy beruházás is, két nagy építkezés, az óvoda, illetve az iskola. Az ott óhatatlanul ezzel járó teherforgalom, építési forgalom miatt is be kell vezetnünk ezt. Ez egy kis türelmet, illetve meg kell, hogy szokják, akár leginkább talán az ott lakóktól, mert nem tud esetleg a rövidebb úton kihajtani a főútra, hanem egy kicsit hosszabb úton kell mennie, tehát egy kis megértés, türelmet kérünk mindenkitől. Amikor megszokják, hiszen mert könnyekbe településeken nagyon sok helyen ilyen sűrű területen, vagy koncentrált területen bevezettek ilyet, úgyhogy Perban is lesz ilyen. Reméljük, hogy itt is beválik. Nagyon szépen köszönöm, akkor nem maradt más hátra, mint hogy kívánjak ez a sok mindenhez, ami köszönöm szépen. Hamarosan elkezdődik.